1888-ban a mai Magyarország területén először Mátészalkán gyulladt fel a közvilágítás. Erre az eseményre emlékeznek a mátészalkai fényes napokon. Az idei rendezvény a 11. igazi turisztikai programkavalgád volt a szatmári fővárosban. 1888-ban Mátészalka volt az első magyar település, ahol az utcai villanyvilágítás megjelent a mai Kossuth utca 16 szám alatt, Szalkai Schwarz Pál háza előtt. Ez a lakóház volt az első villamosított ingatlan is az országban. Ennek jegyében minden évben megrendezik a városban a már hagyományos fényes napok programsorozatot augusztusban. Az első ilyen rendezvényre 2010. szeptember 2-a és 5-e között került sor gazdag ifjúsági, zenei, színházi programokkal. A fényes felvonulás idén sem maradt el, a város jelképévé vált Mécses Tartó fiút egy helyi kisfiú személyisítette meg. A nagy közönség megismerhette Mátészalka dalát. A rendezvény számos színpadi produkciónak helyt adott, ünneplést, szórakozást és kikapcsolódást jelentett az augusztus 27-től 29-ig tartó programsorozat. A közönség a hazai pop-rock nagy csapatainak tapsolhatott, a zenés kínálat minden korosztálynak a kedvére szolgált, a fényes kupán pedig a női kézilabdázók mérték össze tudásukat, de volt fekvenyomú verseny is. Aki pedig valami finomra vágyott, a pöttyös sátorban túró rurit készíthetett. Az idei rendezvény sorozat igazi turisztikai fesztivállá vált a térségben. Mátészalka polgármestere, Hanusi Péter a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mindig nagy-nagy készülődés előzi meg a mátészalkai programot, az idejét. Hogyan várták, hogyan készültek rá, és hogyan állították össze ezt a programkavalkádot? Nagyon-nagyon készültünk az idei fényes napokra. Tényleg szerettünk volna olyan szórakozási lehetőséget és találkozási lehetőséget nyújtani a mátészalkaiaknak, illetve a hozzánk látogató minden kedves vendégünknek, hogy megtalálja mindenki azt, amit keres. A legfiataloktól az legidősebbig. És hál' Istennek a visszajelzésekből úgy értesültem, illetve magam is úgy éreztem, hogy ez maximálisan jól sikerült. Mennyit szánt rá a város, hogy ez igazi színvonalas fesztivál lehessen? Hát erre szokták felvonni a szemöldöküket, főleg polgármester kollégák, akik tudják, hogy melyik rendezvény mennyit ér időzőjelben, mert mindösszesen 11,4 millió forintból valósult ez meg. Mennyire teremt lehetőséget egy ilyen fesztivál, egy ilyen programsorozat arra, hogy Mátészalka megmutassa magát, a közösséget formálja, a helyi közösséget formálja, illetve bemutatkozhassanak a helyi egyesületek, szervezetek? Ez egy kiváló lehetőséget nyújt erre, de most említi a helyi szervezeteket, a helyi egyesületeket. Ők, ha úgy tetszik, informálisan mutatják meg ilyenkor magukat, hiszen ilyenkor az a célunk, hogy minden mátészalkai érezze jól magát ezen a fesztiválon, és nem pedig az, hogy ők ilyenkor is, ha úgy tetszik, tevékenykedjenek, dolgozzanak. Ugyanakkor például a fényes fesztiválon nagyon sok kórusunk, egyesületünk, fényes felvonuláson nagyon sok kórusunk, egyesületünk vett részt, és nagyon-nagyon sok önkéntes segítő volt. És külön köszönöm, hogy kiemelte a közösséget. Ugyanis én mindig azt mondom, a októberi megválasztásom óta azt fújom, ha úgy tetszik, hogy nem az a nagy szám, hogy építkezünk, szépülünk, fejlődik a város, hanem én azt szeretném, hogyha egy igazi összetartó közösséggé alakulna ez a város. És nagyon-nagyon örülök annak, hogy ezt a hívószót nagyon-nagyon sokan veszik, és iszonyatosan sok olyan jó szándékú emberrel találkoztam a fényes napok szervezése alatt, illetve magán a rendezvényen is, akik különféle módon felajánlották a segítségüket a város közösségi életének szervezésében. És azért dolgoztak ők mindahányan, függetlenül attól, hogy ki milyen beosztásban dolgozik, mondjuk a városi köztisztviselők, vagy közalkalmazottak, vagy bárki egyszerű segítő, aki nem is városi intézményben dolgozik, hogy mindenki jól érezze magát, és közösségként viselkedtek, közösségként dolgoztak együtt. És számomra ez volt a lehető legcsodálatosabb visszajelzés ezzel az egész fesztivállal kapcsolatosan. Azon túl, hogy a helyiek dolgoztak, és jól érezték magukat ebben a néhány napban, azért is dolgoztak, hogy akik odaérkeznek Mátészalkára, jól érezhessék magukat, tehát turisztikai céllal is szervezték, rendezték a programot.
Igen. Ahogy a bejátszásban is láthatták a kedves nézők, a mai Magyarország területén Mátészalka az első település, ahol 1888-ban New York-kal mellesleg egy időben felgyulladt a közvilágítás. Erre büszkék vagyunk, és hát a fény, mint szimbólum a város életében nagyon-nagyon fontos. Nagyon sok minden értéket megvilágíthat, nagyon sok értéket megmutathat belőlünk, és ezért nem titkolt célunk az, hogy aki hozzánk látogat, ők jól érezzék magukat. Nagyon-nagyon messziről is érkeztek hozzánk vendégek, és büszke vagyok arra, hogy ez egy komplett turisztikai attrakcióvá nőtte ki magát a térségben. Médiumokban több helyen volt olvasható, hogy Szatmár legnagyobb fesztiválját üdvözölhették a fényes napok alkalmával, és aki oda látogatott, az valóban elmondhatta magáról, hogy mind a szervezők, mind a résztvevők elkövettek mindent annak érdekében, hogy ez egy valóban sikeres rendezvényé alakuljon. Az ilyen nagy fesztiválok után azt szokták mondani a szervezők, hogy ahogyan véget ér az idei, már a következő évit el is kezdik tervezni, így van ez ezzel is. Igen, ahogy kérdezte a felkészülést ezzel kapcsolatosan, tehát gyakorlatilag ez a fesztivál most 3-4 hónap alatt tált össze, ugyanis a pénzügyi keretet addigra sikerült összerakni. Ugye tavaly novemberben mi átszervezéseket csináltunk, átalakításokat, egy kicsit magunkhoz szabtuk ezt a bizonyos takarót, hogy ne nyújtózkodjunk rajta túl. Viszont most már értelemszerűen tisztában vagyunk azzal, hogy mi mennyibe kerül, hogy lehet ezt még színvonalasabban, még jobban megcsinálni, és gyakorlatilag a rendezvény másnapján összeült a kis szervező team egy ilyen brainstormingra, egy ilyen közös gondolkodásra. Azok, akik ez a 15-16 fős szűk mag, amiben egyesületvezetőtől, múzeumigazgatón keresztül, kulturális központ igazgatóig, vagy egyszerű köztisztviselőkig bárki benne lehetett, akinek voltak ötletei, és megnéztük azt, hogy mi volt jó, hál' Istennek nagyon sok ilyen dolgot találtunk, de megnéztük azt is, hogy mit lehet még javítani. Tehát a munka, ha úgy tetszett, már elkezdődött, és hogy ne felejtsük el úgymond az élményt, illetve azt, hogy mi van még csiszolni való, ezt szépen papírra vetettük, és gyakorlatilag novemberben, legkésőbb novemberben elkezdjük szervezni a következő fényes napokat, mind pénzügyi kerettel, mind koncertekkel, mind fellépőkkel. Tehát ötletekkel. Gyakorlatilag ötletekkel egy kiforrottabb, még kiforrottabb és még jobb rendezvényt szeretnénk csinálni. Lehet azt mondani, akkor gyakorlatilag a nyarat zárta ez a rendezvény, augusztus végén volt, és valahogy ősszel, szeptemberben mindenhol elkezdődik a munka, nem csak az iskolában a tanítás, ahogy mondani szokták, és az önkormányzatok munkája is aktívabbá válik. Mátészalkán van is mit tenni, hiszen nagyon sok futóprogram van, több intézményi fejlesztés, felújítás. Így igaz. Még a tavalyi keopos maradványpénzekből sikerült elhozni az utolsó pillanatban egy fejlesztést a Mátészalkai Művészeti Iskola komplett hőszigetelését, nyílászáró cserét, illetve egy tetőt is építünk rá. Ez a projekt most a fényes napokra elkészült, aminek ugye azért örültem, mert rekord látogatottsága volt a rendezvénynek, és hát nem mindegy, hogy egy milyen épületet csodálhattak meg az ide látogatók a város középpontjában, a központjában. Ezen túl pedig annak nagyon örülünk, hogy még mindig a maradványpénzekből sikerült forrást találni Mátészalkára két intézmény tekintetében, a négy évszak óvodának, illetve a Móricz Zsigmond általános iskolának a komplett felújítása, hőszigetelése zajlik majd az elkövetkezendő időszakban. Október 31-ig fel fogjuk használni megfelelően ezt a 150 millió forintos forrást, illetve hát az is további jó hír, hogy a Mátészalkai Kórházban pontosan a holnapi napon átadásra kerül az új belgyógyászati tömb. Ez ugye a nagy kórház projekt részeként egy majdnem 2 milliárdos fejlesztés eredményeképpen a következő, az első lépés volt a műtőblokk felújítása, most ez a következő lépcső a belgyógyászati osztályok kész épületének az átadása. A betegek nagyon várják már, hogy mi hamarabb birtokba vehessék ezt az új épületkomplexumot, és nagyon boldog vagyok, hogy határidőre sikerült ezt is befejezni. Ugye a kórházfejlesztés az több ütemben zajlik, és tulajdonképpen most a kórház több területén is van építkezés. Azt is tudjuk, hogy polgármester úr 6 évig vezette korábban a kórház humánpolitikai osztályát, látja, hogy milyen irányba indult el a kórházfejlesztés, milyen lesz a területi Mátészalkai kórház ezek után. Én azt gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani. Valljuk meg őszintén, hogy azok az épületek, amelyek most felújításra kerülnek, 1930-as, 1950-es, 60-as épületek semmilyen módon nem feleltek meg a mai kor elvárásának.
mai kor elvárásának, tehát gyakorlatilag a sok tekintetben már méltatlan körülmények voltak abban a tekintetben, hogy az épületek nem voltak egymással kapcsolatban. Tehát ha például mondjuk a belgyógyászatról valakit, egy beteget át kellett mozdítani mondjuk egy röntgenfelvétel vagy CT-re, akkor bizony azt a letakart beteget, ugye egy pléddel vagy paplanon letakart beteget keresztül kellett vinni a kórház épületein. Azt hiszem a 21. században egy egységes épületkomplexum a minimális elvárás, illetve hát, hogy megfelelőek legyenek a nyílászárók, az épület legyen meleg, és hát olyan technikai felszereltség fogadja az ott gyógyulni kívánó betegeket, mint amilyen az új épületkomplexumban már teljesen normális és elérhető lesz. Tehát én finoman fogalmazok, hogyha azt mondom, hogy egy minőségi változást várunk ettől a fejlesztéstől, és nagyon-nagyon örülünk, hogy ezt a fejlesztést megérhettük, hogy egy idős bácsi fogalmazott egy lakossági fórumon. Igaz, hogy most össze kell húzni magunkat a meglévő épületekben, hiszen a jelenlegi kórházblokk kétharmad részében zajlik most a munka, tehát az egyharmad részén működik a kórház, de ez a biztosíték arra, hogy itt 20 év múlva is kórház fog válni. Csak egy nagyon rövid kérdés és válasz. Struktúrát vált a kórház, megújult tárgyi környezetében és feltételrendszerében, szakmailag is megújul-e, illetve azok az ellátási formák maradnak-e, ami eddig volt, ez érdekli a mátészalkaiakat és a környékbelieket, hogy megkapnak-e helyben mindenféle ellátást, amit eddig megkaptak. Én azt remélem, hogy igen. Ugye a szakmai egyeztetések még zajlanak. Én nem tudok olyan változásokról, ami ahogy tetszik, elbizonytalanítaná a mátészalkai kórház helyzetét. Hát gondoljunk bele észszerűen, hogyha itt bárki a kórház tekintetében nagyon-nagyon komoly és negatív változásra készülne, akkor nem kerülne 2 milliárd forint felhasználása ezen a területen. Sőt, hát például szakrendelések terén sokkal nagyobb kiszolgálása várható a lakosságnak, mint a jelenlegi szituációban. Tehát én azt gondolom, hogy összességében a Mátészalkai Kórház a fejlesztés követően sokkal jobb helyzetbe fog kerülni. Köszönjük szépen, polgármester úr! Én is köszönöm.